Igazán nagy szeretettel köszöntöm az Alaegerszegi Televízió nézőit. Töltsék velünk a következő nem egészen egy órát, hiszen ma este beszélgető partnerem Gyutai Csaba, az Alaegerszeg polgármestere, akivel a 2012-es évet latolgatjuk. Polgármester úr, a 2012-es évről érdemben azt gondolom csak úgy lehet beszélni, hogyha egy kicsit a 2011-es évről is beszélünk, hiszen tavaly teremtették meg az alapokat azokhoz, hogy ami idén beruházás folytatódik, elindul. De mindenek előtt, polgármester úr, azt szokták mondani, hogy az ember akkor végezte jól a dolgát, hogyha kellően elfáradt. Polgármester úr, hogy érzi magát így az új év elején, tavaly mennyire fáradt el? Köszönöm szépen az érdeklődést. Azt hiszem, hogy az utolsó két hónap az különösen megterhelő volt. Egyrészt a parlamentben egy feszített törvénykezés volt, másfelől pedig már igyekeztünk az idei évre készülni, igyekeztünk előkészíteni a város költségvetését, és most január 10-én, vagy 11-én, nem is tudom pontosan hányadika van, gyakorlatilag kész a város költségvetése, most a szükséges bizottsági egyeztetések fognak majd következni, és február 2-án a város tárgyalhatja. Én azt hiszem, hogy a karácsonyi ünnepekre, új évre kellemesen elfáradtunk, de hát az én családom már csak olyan, hogy sokat nem lehet pihenni, hiszen ha négy gyermek elkezd együtt beszélni, akkor már hangzavar van a családba, de ez így jó. Polgármester úr úgy látja, hogy amiket elterveztek, ha nem is minden, mert nyilvánvalóan minden nem sikerülhet, mert akkor nem lenne már mit tenni idén, de úgy valósultak meg a dolgok, ahogyan eltervezték azt annak idején? Azt hiszem, hogy nincsen oka a panaszra a városnak, a város önkormányzatának, hiszen kifejezetten jó anyagi helyzetben van a város. Éppen most jelent meg egy fölmérés, hogy a megyeiugó városok között a legjobb anyagi helyzetben van Zalaegerszeg. Legkisebb az eladósodottságunk, az egyfőre jutó adósságszolgálata legkevesebb, és hát vannak olyan városok, mint Pécs, Debrecen vagy Miskolc, ahol igazán nehéz a helyzet. Nekünk mindössze 2 milliárd forint fejlesztési hitelünk van, de azt látom, hogy ennek a 2 milliárdnak is van egy 250-300 millió forintos éves terhe, ami nagyon sok pénz, és igen rossz szájízzel fizetjük ki, de hát ezeket a pénzeket, amikor fölvettük, azokat elsősorban fejlesztési és lehetőség szerint megtérülő beruházásokra fordítottuk, úgyhogy annak a pénznek már a városban dolgoznia kell. Tavaly jelent meg az a Magyar Progresszív Intézet által készített tanulmány, amely a megyeiugó városok közül az első helyre sorolta Zalaegerszeget az élhetőség szempontjából. A fővárosi kerületekkel együtt pedig a 9. helyre rangsorolta a megyeszékhelyt. Polgármester úr, mit gondol, mindez a felelős városvezetés, a városban működő vállalkozások, vagy egyáltalán az emberek sikere? Hát én úgy gondolom, hogy ez közös siker, nem az én sikerem, nem az önkormányzat sikere, nem a városháza sikere, nem a képviselőtestület sikere, hanem minden zalaegerszegi polgár sikere. Ez hozzátette mindenki a maga munkáját, hozzátették ehhez a városi tulajdonú vállalatok a saját munkájukat, és hozzátették a városi gazdaság szereplői is a saját tevékenységüket, és hogyha ha ebbe a körbe gondolkozunk, akkor bizony tényleg a város közös sikere és a város gazdaságának a sikere ez az eredmény, hiszen a tavalyi évben olyan mértékű iparizési adóbevétele volt a városnak, hogy ez megalapozta egyfelől a működési hitel nélküli gazdálkodás, másfelől azt, hogy biztos alapokkal tekinthetünk az idei évre. Közel 4 milliárd forint iparüzési adóbevétele volt a városnak, és hogyha azt nézzük, hogy Szombathelyen jó 20 ezerrel többen laknak, és jóval nagyobb vállalatok vannak, és ott mindössze 5 milliárd forint az iparüzési adóbevétel, akkor azt mondhatom, hogy mind a lakosság számarányosan, mind pedig a város vállalatai gazdasági erejét tekintve viszonylag kedvező a helyzetünk. Persze látom azt is, hogy 5% körüli a munkanélküliség, ami ugyan az országos átlagnak csak a fele, vagy a felénél is kisebb, de 2000-2500 alaegerszegi embernek nincsen még munkája, úgyhogy még sokat tennivaló.
Az új év utolsó napján jelent meg az állami számvevőszék tanulmánya, amely szintén alátámasztja azt, amit polgármester úr mondott, miszerint Zalaegerszeg gazdasága stabil, és hát folyószámla hitel nélkül tudta a működését biztosítani. Ezt a bevételnövelő, kiadás csökkentő, milyen mozzanatokkal sikerült ezt elérni? Hát erre azt tudom mondani, amit a nagyanyám szokott mondani, hogy édesfiam, addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, és egyébként meg semmi eldobni való nincs. Tehát ez egy nagyon hétköznapi igazság, de a takarékoskodásra és a pontos gazdálkodásra intett annak idején a nagymama, és igaza volt. Tehát nyilván úgy kell a város kiadásait megterveznünk, hogy ezek összhangban legyenek a bevételeinkkel. Nem szabad olyan terheket vállalni, amelynek látjuk, hogy nincsen fedezete. Ez egyfelől a titok, ha szabad ezt mondani, bár én úgy gondolom, hogy sok titok ebben nincsen. Másfelől pedig az egész intézményrendszert és a város általános működését, a köztisztasági rendszert, a város vállalatait, azt úgy kell ezeknek a működését összehangolni, hogy alapvetően a rendelkezésre álló forrásokba beleférjenek, vagy ha van rá lehetőség, például a vállalatainknál erre még további lehetőség van, akkor hozamot is biztosítsanak a város számára. A városnak fejlesztési célú hitelállománya van csupán. A vizsgált időszak 2007 és 2010 között volt ebben az állami számvevőszéki jelentésben, és ugyan nőtt, de nem akkora mértékben ez a hitelállomány, mint a többi vizsgált város esetében. Ez mekkora terhet ró a városra, és milyen fedezete van ennek a hitelállománynak? 2007 és 2010 között 1,6 milliárd forintról 2 milliárd forintra nőtt a városfejlesztési hitelállománya, de hogy hangsúlyoztam az imént, ezek olyan beruházásokra kerültek felhasználásra, amelyek egyfelől megtérültek, például inkubátorház, másfelől a város működési költségeit csökkentették. Harmadrészt pedig olyan Európai Uniós támogatásokból megvalósult beruházásokhoz biztosítottak önrészt, amelyet másképp nem tudtunk volna megvalósítani. Egyébként az új önkormányzati törvény elő is írja az önkormányzatok számára, hogy működési hitellel nem gazdálkodhatnak, csak egy éven belüli likvid hitellel, folyószámla hitellel lehet a gazdálkodást segíteni, fejlesztési hitelt pedig engedélyeztetni kell a pénzügyminisztériummal, illetve a gazdasági minisztériummal. Olyan hitelt lehet csak fölvenni, amely az Európai Uniós források megszerzését segíti. A későbbiekben is úgy próbáljuk összeállítani a város költségvetését, és ez az idei évre is vonatkozik, hogy csak olyan hitelfelvétellel számoljunk, amely Európai Uniós források megszerzését biztosítja a város számára. Én azt gondolom, hogy ez a 1,6-1,7-ről 2 milliárd forintra emelkedett fejlesztési hitelállomány nem sok, különösen, hogyha a többi város helyzetét nézzük, ez a bevételeinkkel, a növekvő bevételeinkkel teljesen szinkronban van, hiszen a terheit tudjuk vállalni, tudjuk törleszteni, de semmiképpen nem szeretnénk ezt megalapozatlan módon növelni a későbbiekben sem. Polgármester úr már említette, hogy 4 milliárd forintos adóbevétel volt Zalaegerszege. Közel 4 milliárd forintos adóbevétel, és hát a gazdaságnak bizony nagyon fontos alapillére a vállalkozásoknak a sikeressége. Zalaegerszegen rengeteg vállalkozás működik. Azt hiszem mondhatom, hogy a lakosság vagy lélekszámhoz mérten talán több is, mint arányaiban, mint a legtöbb városban. Ez annak köszönhető, hogy a zalaegerszegiek vállalkozókedvűek, mernek gondolkodni, nyugati munkakultúrát képviselnek esetleg, vagy az önkormányzat támaszt olyan vállalkozóbarát környezetet, amiben érdemes vállalkozni. A szerkesztő úr jól összefoglalta a hátterét ennek a folyamatnak. Valóban, hogyha megnézzük már a 70-es évek végétől az zalaegerszegi gazdaság szerkezetét, itt az itt működő vállalatok már jó részt nyugat-európai piacra dolgoztak. A rendszerváltás előtt itt már gyakran megismert és megtapasztalt fogalom volt az, hogy szerkezetváltás, ami azt jelentette, hogy egy adott vállalatnak
egy bizonyos időszakon belül más termékek gyártására kellett átállni, pontosan azért, mert a piac ezt követelte, ahova szállították a termékeket. Ebből következően valóban egy nyugatias, nyugat-európai munkakultúra alakult ki Zalaegerszegen és a térségébe, és hát azt látjuk, hogy Zalaegerszegen az emberek akarnak, és még tudnak is dolgozni. Ez nincs mindenhol így az ország más részeibe, mert oda hiába viszünk ipart, hiába visznek különböző gazdaságfejlesztési eszközöket, már nagyon nehezen lehet bizonyos társadalmi rétegeket, akik a segélyezésre és arra létre rászoktak, egy fegyelmezett munkára rászoktatni. Szerencsére mi nem ilyen problémákkal küszködünk, hanem azon gondolkozhatunk, hogy a helyi gazdaságot hogyan erősítsük. Természetesen az önkormányzatnak a gazdaságfejlesztési eszközei azok hatásosak, de ugyanakkor korlátosak is, hiszen egy önkormányzatnak meglehetősen szűk eszközrendszere van a gazdaság fejlesztésére, de amit lehet, azt igyekszünk megtenni. Kidolgoztunk egy több mint 46 szolgáltatásból álló befektetéstámogató programot, ipari parki fejlesztéseket indítottunk el. Ennek az első sikereit már láthatjuk, hiszen a déli ipari parkban talán 2 kisebb terület kivételével a területek elkeltek. A közelmúltban avattunk egy olasz tulajdonú sportruházatokat gyártó Varodát, ami elsősorban hölgyeknek biztosít munkát. Az Északipari Parkban elindult egy logisztikai vállalkozás, most éppen amellett egy másik, elsősorban fuvarozással foglalkozó társaság fog hamarosan beruházni. Aztán, amire nem is számítottunk, egy gyógyszergyár fejlesztett, és hát a gyógyszeripar, a gyógyszergyártás az eleve magas technikai és műszaki színvonalat képvisel. További kisebb-nagyobb beruházások az Északipari Parkban várhatók. Ezek közül kiemelkedő az inkubátorház helyzete, amit 2010-ben hoztunk létre, de a tavalyi évben már 100%-os kihasználtsággal működött. Az idén már azon gondolkozunk, hogy hogyan teremtsük meg ennek a bővítésének a feltételeit, és természetesen ott is munkahelyek jöttek létre. Aztán vannak olyan eszközök, olyan indirekt eszközök, amit például a Kontak KHT-n keresztül indítottunk el. A város aktívan bekapcsolódik a munkaerőpiacba, a Munkát ad a város programon keresztül a cégek számára munkaerőkölcsönzést biztosítunk, aminek az a lényege, hogy a járulékok egy részét a város a saját cégén keresztül átvállalja az adott vállalat számára, ami rendkívül kedvező, hiszen megkönnyíti a legmagasabb bérköltség vállalását a vállalat számára, a legmagasabb költség, ami a bérköltség vállalását az adott vállalat számára, és hát ez a vállalatunk a piaci munkaerőkölcsönzésbe is bekapcsolódott, és itt is az a cél, hogy a zalaegerszegi embereket juttassa munkához, és juttassa el különböző munkahelyekre. Tehát van jó néhány olyan program, amit elkezdtünk, amelyek sikeresek, amelyek próbálják a város gazdaságát föllendíteni. Nem szóltam még arról, hogy egy pénzügyi szolgáltató vállalatot is létrehozunk, aminek éppen az a lényege, hogy pénzt, forrásokat juttassunk a városi gazdaságba. Megvan az eszközrendszer, és hát úgy tűnik, hogy a város gazdasága talán jobb állapotban van a környező térség gazdaságától, és ez az adóbevételeken is látszik. Ez örvendetes helyzet. Térjünk vissza egy gondolat elejére még az ipari parkokhoz. Polgármester úr említette, hogy Varroda logisztikai központ, faiparral foglalkozó, hogy az inkubátorházban, és megjelent egy új a kutatás a gyógyszeriparban, ami sokáig nem volt tetten érhető. Melyik az a szegmens, hogy gondolja a polgármester úr, ha még erősödnie kell Zalaegerszegnek, és akkor ezáltal akár a térségben is húzóerő lehet? Mindenféleképpen az eddigi gazdaság szerkezetéből kell kiindulnunk. Legerősebb szektor a gépipar, elektronika. Hogyha erősíteni akarjuk a város gazdaságát, akkor meggyőződésem, hogy ebbe a szektorba kell befektetni. Ennek igyekeztünk megteremteni a pannomeatronikai klaszterral együttműködve a kutatásfejlesztési lábát is. Létrejött egy innovációs központ az inkubátorházban. Ebben mérnökök,
frissen végzett mérnökök, már korábban hosszabb ideje dolgozó mérnökök dolgoznak különböző kutatásfejlesztési programokon, és fejlesztenek a tagvállalatok számára. Ezek között jó rész Zalaegerszeg és zalai cégek, de vannak a megyén kívüli vállalatok is. Ennek a kutatásfejlesztési tevékenységnek az árbevétele immár közel 100 millió forint volt a tavalyi évben. Amikor a térségünk a kutatásfejlesztés területén egy hiányos térség, ennek a tevékenységnek a csiráját az önkormányzat közreműködésével sikerült lerakni. Most ezt a csirát kell ápolnunk, hogy szárba szökkenjen a növény. A vállalkozások sikeréhez hogyan látja a polgármester úr? Mennyire járult hozzá az az önkormányzati kezdeményezés, amit a vállalkozói szenátus néven ismernek? Mert azt gondolom, hogy ma Magyarországról a kommunikáció hiányzik. Az emberek között, a vállalkozók között nem az egymás után való áskálódás, hanem egyáltalán az, hogy megbeszéljük, hogyan lehetne közösen együtt tenni azért, hogy mindenkinek jó legyen. Ez valóban így van, vagy csak én gondolom bele? Így van, de... történelmi előképeket is felhasználtunk, hiszen a kiegyezés után a legnagyobb adózók alkották az úgynevezett virilistát, és ezek beleszólhattak az adott település életének az irányításába. Mi is úgy gondoltuk, hogy akik az adott közösség életfeltételeinek, működésének a biztosításához leginkább hozzájárulnak, azoknak a hangját, azoknak a véleményét meg kell hallgatnunk. De nem csak a legnagyobb adózókat hívtuk meg ebbe a szervezetbe, hanem a leggyorsabban fejlődő, leginnovatívabb cégeket is. Én azt állíthatom egy év tapasztalati működés után, hogy sikeres volt ez a kezdeményezés. Egy kicsit használták a vállalatok egyfajta lobby szervezetként is a vállalkozói szenátus, tehát próbáltunk közvetíteni a vállalkozói érdek megjelenése után a kormányzat felé is. Talán ez egy kicsit kritika is lehet az ilyen jellegű szervezetek, mint a VOSZ, a Kamara, különböző gyáriparosok szövetsége felé, hiszen úgy tűnik, hogy ezek az egyeztetési mechanizmusok nem tökéletesek. De nagyon hasznos volt ez a szervezet olyan szempontból is, hogy nekünk, városvezetőknek számos olyan tanácsot, számos olyan információt tudott eljuttatni a vállalkozói szenátus tagsága, ami közvetlenül a vállalkozói világból jött, és mi föl tudtuk használni ezeket az információkat. Zalaegerszegen a munkanélküliségi ráta 5% alatt maradt. 5% körül mozgott, ez is egy jó statisztika. Azt gondolom, ez a földrajzi fekvésnek köszönhető, hogy jó helyen vagyunk, és ezért esetleg a külföldi munkavállalás, a zalai vállalkozások siker, amiről eddig beszélgettünk. Mi az, amiben látja ezt a sikert? Mert sikernek is lehet értékelni, főleg a mai Magyarországon. Én azt hiszem, hogy a zalaegerszegi vállalkozásoknak megfelelő piacuk volt, és itt elsősorban a német piac működött jól az elmúlt időszakban. Ennek a beszállítója elsősorban a zalaegerszegi gazdaság, de hát mondhatnék olyan vállalatot, mint a Schneider vagy a Rouget, amelyek franciák, és ők elsősorban Franciaországba szállítanak be. Tehát inkább az lenne pontos fogalmazás, hogy a zalaegerszegi vállalatok eredményesen kapcsolódtak be a világpiac vérkeringésébe, és a világgazdasági válság kevésbé érintette ezeket a szektorokat, az elektronikát, a villamos alkatrészgyártást, vagy például a MOL esetében az energetikát, a bitumengyártást, de sorolhatnánk a gépipart, a Pilon, a 3B Hungária és egyéb vállalatokat, mint talán más iparágokat, és ezért a zalaegerszegi foglalkoztatottság jobb helyzetbe tudott lenni, mint az ország más részein, ahogy alakult. És ahogy hangsúlyoztam, szerintem ebben az is benne van, hogy a zalaegerszegi, a zalai munkakultúra az erős és talán fejlettebb, mint az ország más térségeibe. Annak ellenére, hogy érdemes megnézni ennek a helyzetnek a fonákját is. Tehát azért itt is van probléma, mert szinte minden iparágban az adott iparág átlagbérénél
Zalaegerszegen és Zalában kisebbek a bérek. Tehát egyfelől jó a foglalkoztatottság, másfelől a bérek alacsonyabbak, mint az országos átlag. Úgyhogy van tennivaló a foglalkoztatottság növelésébe is, és a bérek növelésébe is a városban. Látom azt a helyzetet, hogy bizony nagyon sokan nehezen élnek, jelentősen emelkedtek a rezsiköltségek, üzemanyagköltség, és hát további munka lehetőségre volna szükség a városba, hogy egyrészt választási lehetőség legyen, másrészt pedig akiknek nincsen munkájuk, azok juthassanak munkához. A feladatunk az, hogy ezen továbbra is dolgozzunk, segítsünk. Egyrészt új cégek behozatalával ez rendkívül nehéz. Most szinte le is állt Magyarország iránt a külföldi befektetők érdeklődése. Másfelől, amiben én nagyobb lehetőséget látok, hogy a már itt működő vállalatokat rábírjuk arra, hogy újra befektessenek és új beruházásokat indítsanak el. Elsősorban ez volt a jellemző a tavaly évben. Az itt működő vállalkozások számára igyekeztünk újabb fejlesztési forrásokat behozni a városba, és ezek a pénzek elkezdtek dolgozni, ez örvendetes volt. Munkahelyteremtést indukálnak azok a fejlesztések is, amelyek tovább folytatódnak, de már tavaly elkezdődtek, mert ebből is számos volt a belvárosi rehabilitációs program keretében is tehermentesítő út épül, megszépült a Kossuth utca, és ez tovább folytatódik. Melyek azok a programok, amelyeknek tavaly tették le az alapját, vagy már elkezdődtek és idén folytatódnak? Talán először szóljunk a munkahelyteremtési törekvéseinkről. Továbbra is folytatni fogjuk azt, hogy a saját kapcsolatrendszerünket felhasználva igyekszünk a vállalataink számára további fejlesztési forrásokat megszerezni és újabb beruházásra ösztönözni az itt működő vállalatokat. Ez egy fontos feladat, ez az egyik. Aztán a második fontos feladatunk lesz az inkubátorház bővítése. Itt mintegy 3500-4000 négyzetméteres új épületszárnyal és egy újabb épülettel fog bővülni az inkubátorház. Már a bérlők gyakorlatilag sorba állnak. Ez mutatja, hogy a program rendkívül sikeres volt. Itt azoknak a kezdő kisvállalkozásoknak tudunk segíteni, akik eddig nehéz körülmények között működtek, vagy éppen most jöttek létre, és hát kedvező bérleti díjjal tudnak üzemelni az inkubátorházba. Ennek a beruházásnak kedvező pályázat esetén, ha minden optimálisan adódik, akkor a következő évben már, illetve az idei évben már be kell fejeződni, és év végére el kell készülni a létesítménynek. Ezen túl pedig továbbra is az ipari park fejlesztésén dolgozunk. Ezek a legfontosabb törekvések, de hogyha más egyéb városépítészeti és más beruházásokat nézünk, akkor el fog indulni reményeink szerint a piactér további szépítése a Sütő utcába, egy újabb tömb építéséhez fogunk hozzá. A megyei könyvtárral szembe a piac bejáratánál most egy foghíj van, egy rendkívül csúnya terület. Ennek a területnek a beépítése fog megtörténni. Jó minőségű lakásokat fog az önkormányzat építeni, amelyek ugyan drágák lesznek, de belvárosi jó lakások lesznek. Az alsó szinten a városi vállalatoknak közös ügyfélszolgálati irodája lesz, valamint üzlethelyiségek, és szeretnénk oda valóban egy jó minőségi impozáns épületet emelni, úgy, ahogy már a piactér más részein ez megtapasztalható. Folytatódni fog a piac mögött a belső termentesítő út építése, és ez be is fog fejeződni az első ütem. Hogyha tudjuk folytatni, akkor a következő ütemet is elkezdjük, ez a pályázatok és a támogatások függvényében valósulhat meg, valamint a belváros rekonstrukció keretében a Kossuth utca forgalomcsillapítása, sétáló utcává átalakítása kapcsán a tavalyi évben a Göcsei Mártirok út csomópont újult meg, az idei évben pedig vizsgáljuk azokat a még neuralgikus pontokat a város térszerkezetében és közlekedési szerkezetében, ahol a szükséges beavatkozásokat meg kell tennünk ahhoz, hogy a Kossuth utcán már sétálhassunk is. Említette polgármester úr a Sütő utcában építendő lakótömböt és irodaházat. Ennek kapcsán az építőiparról ez
azt is jelentheti, hogy fellendül, vagy újraindul mondjuk ugye az építőipar Zalaegerszegen, már csak azért is, mert 2011-ben az önkormányzat nem adott ki építési engedélyt. Tehát úgy tűnik, hogy az építőipar sínylete talán legjobban meg a gazdasági válságot, ez mindenhol, nem csak Zalaegerszegen, de idén akkor az is megindult. Hát ez az információ nem pontos, hogy nem adott ki építési engedélyt, hanem kevesebb építési engedélyt, jóval kevesebb építési engedélyt adott ki, mint a korábbi években sajnos. Ez most már tendencia, hogy az építőipar egy lefele tartó működést mutat, de a városban működő nagy építőipari vállalatok, mint például az AÉV, nagy közösségi beruházásokon, kórházberuházásokon, egyéb fejlesztéseken dolgoznak, tehát ők, tegnap tárgyaltam az igazgató úrral, köszönik szépen, jól vannak. A városba is fognak építkezni, hiszen a Mátyás Király utcában egy rendelőkomplexumot fognak építeni, és ezzel az Árda utcában a régi elhasználódott és rossz körülmények között működő rendelőket ki tudjuk váltani. Aztán, ha minden optimálisan alakul, akkor a sportcsarnok felújítása is folytatódhat. Ott elsősorban épületgépészeti, villamossági fejlesztés lesz. Ez a társasági adós támogatásokból valósulhat meg, ez a város az őrrészt hozzáteszi. És hát természetesen kisebb-nagyobb szépészeti beavatkozásokra, virágosításra, intézményfelújításokra, csapadékcsatorna építésekre sor kerül az ország, a város különböző területein. Intézményfelújításból akad bőven 2011-ben is. Jól értelmezem? Mondhatjuk akkor azt, hogy a munkagépek zajától lesz hangos, persze pozitív értelemben 2012-ben Zalaegerszeg? Hát olyan nagy a közlekedés nehezítő beruházások nem lesznek, mint a tavalyi évben, de jó néhány helyen a város különböző pontjain lesznek beruházások. Például egy nagy bicikliút, kerékpárút építési program épül, ez pályázati támogatásból valósul meg. Gyakorlatilag az eddig különálló és a városban már elkészült kerékpárút elemeket most összekötjük, és a belvárosban és a város különböző részein egy egységes kerékpárút hálózat jön létre. Ez az egyik legnagyobb fejlesztés lesz az idei évben. Polgármester úr is hangsúlyozta már többször, hogy egy élhetőbb város kialakításán dolgoznak, ez is azt a célt szolgálja. A rendezettebbek lettek a közterek is, megszépült, ezt is polgármester úr mondta, ez is szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy élhetőbb várost. Ezt érkeznek olyan visszajelzések polgármester úrhoz, hogy az emberek is valóban így látják-e, tehát meglátják-e még a szépet, erre gondolok, hogy az, hogy virágosabb lett, szebbek lettek a közterek, tiszták az utcák, nem mondjuk úgy, hogy Budapesten az ember sétál egyet, akkor hát egészen éles a kontraszt. Észreveszik-e ezt az emberek, és hogyan látja ön? Én úgy látom, hogy az zalaegerszegi emberek kifejezetten igényesek a környezetükre, ha csak azt nézzük, minimális falfirkák vannak a városban. Vásároltunk most egy olyan berendezést, hogy ezeket is el tudjuk tüntetni. Ezt nem azért mondom, hogy további falfirkák legyenek, hanem azért, hogy ezektől teljesen szabaduljunk meg. De hogyha azt nézzük, hogy a város családi házas övezeteibe, Csácsbozsokon, vagy Andráshidán, Vorhotán, Neszelébe, Ságodba folytathatnám ezeket a település részeket. Kifejezetten gyönyörűen rendezett lakónegyedek alakultak ki, ahol az emberek nagyon-nagyon igényesek arra, hogy nagyon sok zöld felület, virágos felület alakuljon ki, és ahogy Csácsba vagy Andráshidán még azt is tapasztalhatjuk, vagy például az Orsolya téren, az Árda utcában, hogy az ott élő emberek maguk gondozzák a parkot, és maguk indítják el a virágosítási folyamatot. De mondhatnám ezt például a Landorhegyen is, hogy számos társasház környékén az emberek maguk ültetnek virágot. Tehát én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy a zalaegerszegiekben a szépre, a jóra megvan a hajlam, a zalaegerszegiek szeretik a virágot, és gondozzák is az elültetett növényeket. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy a közterületeken ezt megtegye. Az elmúlt években arra egy szemléletváltást indítottunk el, és arra törekedtünk, hogy belvárosban ugyan szép, rendezett és nagyon sok zöld felület volt, a Kossuth utcán kivált kép, de én úgy gondolom, hogy a belvárosban virágnak kell lenni, a belvárosban virágozni kell a közterületnek.
és itt nagyon sok virágot elültettünk, nagyon sok pénzt költöttünk erre, ez az idejében is folytatódni fog, és a város másik területein is akció, ilyen akcióterületeket jelölünk ki. De itt a polgármester hivatal előtti parkot is megújítjuk, ez is már egy kis elhasználódott, és ide is virágok fognak kerülni. Nem tudom, hogy arra gondolt-e polgármester úr a szemléletváltás kapcsán, hogy egy ösztönző program van az önkormányzat és a saját cég a Városgazdálkodási Kft.-nek a Virágos Zalaegerszegért, amelyre egyre több a jelentkező, tavaly 55-en jelentkeztek, és abból 22 díjaztak is. Hát nyilván az ilyen figyelemfelkeltő programok is hozzájárulnak a szemléletváltáshoz, de én szeretném hangsúlyozni, hogy én úgy érzem, hogy a virágokra, a zöldre, a szépre a hajlam megvan az egerszegiekbe, ezt egy kicsit csak serkenteni kell, tehát itt olyan különlegesen nagy feladat nincsen. Ahogy a 30-as években mondták, a Göcsei hetek akkori rendezvény sorozatának jelmondataként, gondjukat, bajukat akasszák szegre, jöjjenek a virágos Zalaegerszegre. Úgy tűnik, hogy a régi jelmondat újra élni kezd, és én ennek örülök, és azt látom, hogy a város lakossága is ezt észreveszi. És vigyáz is a virágokra, ez rendkívül fontos, meg a növényekre. Én személy szerint azért tartom ezt egyébként fontos kérdésnek, mert ez egy olyan dolog, ami mellett úgy gyakran elsétál az ember, hát főleg, hogyha ugye ott van, de azért is, mert nem csak a turizmusnak, tehát azok az emberek, akik először jönnek Zalaegerszegen, vonzóvá teszi a várost és a megyeszékhelyt, de akár gazdaságélénkítő hatása is lehet szerintem, hogyha egy vállalkozás vagy az emberek ide jönnek és tárgyalnak, és azt látják, hogy polgármester úr is említette, nincsen tele falfirkával a város, és szépek a közterei, és az emberek esetleg felszedik a cigarettacsikket az utcáról, akkor azt talán még azt is indukálhatja, hogy érdemesnek találják arra az zalaegerszegi embereket, hogy velük együtt dolgozzanak. Hát feltétlenül az itt működő elsősorban külföldi tulajdonú vállalatok, amikor idehozzák a tulajdonosaikat, idehozzák azoknak a vállalatoknak a menedzsmentjét, irányító testületeit, akkor mindig véleményt formálnak a településünkről. És hát én örvendetesen látom, hogy ezek a vélemények alapvetően pozitívak. Amit megfogalmaznak kritikaként, azt pedig el kell fogadnunk, és tennünk kell érte, hogy ne így legyen. Például most a Kossuth utca díszburkolatán az utóbbi időben elszaporodtak a rágó guminyomok. Ezeket az idei évben le fogjuk takarítani, és föl fogjuk mosni, takarítani az egész utca kövezetét, és itt a rágógumit elsősorban a fiatalok rágják, itt viszont a fiatalokat rá kéne arra beszélnünk, hogy hát kedves hölgyek és urak, a rágógumit bele lehet dobni a szemét kosárba is, és nem feltétlenül az utcára kell dobni és rátaposni, mert utána egy csúnya fekete folt marad a kövön, és annak azt valakinek el kell takarítani, az utána költség, meg hát egyáltalán ez a mi városunk, azért a mi városunk, mert itt lakunk, és azért lakunk itt, mert szeretünk itt lakni, vigyázunk rá, akkor pedig tegyünk meg mindent azért, hogy szép és virágos és zöld és élhető legyen. Zalaegerszegen az elmúlt évben számtalan fesztivál volt, ami ide vonzotta, sőt voltak olyanok, hogy mi az egész országban, akár Debrecenből is érkeztek, működik az Élmény és Csúszda Park tavaly, ott is forgalomszámnövekedés volt. Hogyan látják, valóban megindult a turizmusban egy pozitív irány? Hát én az ATV-ben és az Echo TV-ben is elmondtam, hogy a világ legjobb helye Zalaegerszeg, csak ezt még mindenhol nem tudják a világon. Úgyhogy épp itt az ideje, hogy mások is észrevegyék, hogy a mi városunk egy csodálatos hely, és örvendetes, hogy valóban többen észre is veszik. Ehhez azonban még nagyon sok fejlesztésre lenne szükség. Szükség volna egy jó minőségű, legalább 4 csillagos szállodára a termálfürdő mellett. Ennek a megépítésére eddig nem került sor. Itt a magán beruházóval keressük továbbra is a pályázati lehetőségeket, mert támogatás nélkül ez nem tud megvalósulni, vagy esetleg valami olyan gazdag embert és gazdag befektetőt kell keresni, aki önmaga fölvállalja ennek a kockázatát és ennek a költségét. Egyelőre ezeket még nem látjuk. A városi vállalatok is azt mondják, hogy egy ilyen szállodára szükség lenne. Ez egy további lökést adhatna a zalaegerszegi idegenforgalomnak. Azzal, hogy a megyei
megyei intézmények átkerültek állami fönntartásba, végig kell gondolni majd a skanzen helyzetét is, hiszen a skanzen az egyik legfontosabb idegenforgalmi látnivaló, az egyik vonzerő. Azzal, hogy most állami fönntartásba került, a városnak is a vigyázó tekintetét rá kell erre a létesítményre szegezni, és gondolkodnunk kell arról, hogy a jövője biztosított legyen, hiszen ez egy rendkívül fontos kultúrkincs a városban. A zalaegerszegiek várják a fesztivál programsorozatát, mind a tavaszit, mind az őszit, sőt, talán pontosabb úgy fogalmaznom, hogy el is várják, hogy ez meg legyen rendezve. A magukénak érzik, a város szinte teljes lakossága ezeken a programokon részt vett. Én azt hiszem, hogy őszinte örömmel szórakozott a zalaegerszegi lakosság apraja nagyja, és nagyon sok nem zalaegerszegi, zalai vagy máshonnan érkező vendég is jött a városba. Volt olyan nap a tavalyi fesztiválnapon, amikor a város lakosságát meghaladó látogatószám mulatott a városban. Ez egy fontos érték, szinte már a város egyik védjegye lett ez a két programsorozat. A fejlesztése, a technikai fejlesztése, a programok sokszínűségének a biztosítása, ez továbbra is feladatunk. És hogyha ugyanúgy, ahogy eddig a város közössége, a város vállalatai, a város gazdasága és a szervezők Várteház Kft. Az összefogásban rejlő erőt föl tudja mutatni, akkor az idei évben is színes és sokszínű lesz a program. Vannak, akik azt mondják, hogy minden hétvégén a Kossuth utcán programnak kellene lenni, a dísztéren mindig valaminek történnie kellene, de hát azért itt laknak emberek is, a belvárosban, akik azért nem annyira örülnek annak, hogy itt zajjal járó rendezvények vannak. Ennek ellenére azt mondom, hogy a nagy közösségi programoknak a számát lehetőség szerint növelni kell, erre igény van. Ezek kulturált szórakozást biztosítanak az embereknek, csak ehhez, ahogy hangsúlyoztuk a beszélgetés korábbi részében is, egy erős gazdaság kell, mert ha erősek az zalaegerszegi vállalatok, akkor nyilván többet tudnak áldozni ilyen kulturális tevékenység támogatására is. Az erős gazdaság másik alappillére lehetne az önkormányzati cégeknek a jó működése. 2011-es évben polgármester úr hangsúlyozta, hogy nagyobb felügyeletet gyakoroltak a városi cégeknek. Ennek hogyan látja, milyen eredménye lett, és 2012-ben is ez várható-e? Hát ugye korábban a liberális politikai irányzathoz tartozók azt mondták, hogy csak a magánvállalatok lehetnek igazán sikeresek, és a közösségi tulajdon az nem hatékony, ott nem lehet tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve ezek a jogok gyakorlása nem eléggé hatékony. Szerintem néhány zalaegerszegi vállalat is, mint az Alavíz vagy az Aladepó Kft. Bizonyította, hogy közösségi tulajdonban is lehet eredményesen és hatékonyan gazdálkodni. Mi a tulajdonosi jogainkat erőteljesebben próbáltuk érvényesíteni a cégek felé, sokkal szigorúbb üzleti terveket tűztünk ki számukra, de úgy tűnik, hogy ezeket a szigorú elvárásokat is tudták teljesíteni, és hozzá tudtak járulni a város általános működéséhez, mind a város üzemeltetés területében, mind pedig ennek a hozama a város működését segítette. Továbbra is a cél az, hogy ezek a tevékenységek, ezek a cégek közösségi tulajdonban maradjanak, szóba sem jöhet semmilyen privatizáció, de a város az elmúlt évhez hasonlóan erőteljesebb tulajdonosi magatartást fog a cégek vezetése felé gyakorolni. És hát nem mehetünk el szó nélkül Zalaegerszeg és az Alavíz hát legnagyobb sikeré mellett 2011-ben, hiszen Közép-Európában is egyedülálló autóflottát állítottak üzembe, biogáz meghajtású autókat, amit az Alavíz nyer ki, és bizonyos tisztítási folyamat után üzemanyagként felhasználják az autóba. Polgármester úr vezetett már ilyen autót, hogyha tudom. Mi a véleménye róla? Kipróbáltam a gázüzemi autót, hát egy kicsit gyengébb, nem olyan nyomatékos, mint a dízelüzemi autó, ugye a férfiak különösen értenek az autóhoz és az autókhoz, és erről sokat tudnak beszélni.
ez a férfiak világa, de itt nem is az a lényeg a városban közlekedő szervizautók esetén, hogy hatalmas sebességre legyenek képesek, hanem üzembiztosak legyenek és olcsók legyenek. Ezt pedig ezek a járművek biztosítják számunkra. Az üzemeltetési költségük, éppen tegnap kérdeztem meg az Alavíz ZRT műszaki igazgatójától, kevesebb, mint az egynegyede a dízelüzemű járművekéhez képest, úgyhogy ez egy jó és hasznos beruházás. Most az a feladat, hogy a szennyvízből nyert gáz mennyiségét növelni tudjuk, ehhez még fejlesztésre van szükség a gáztelepen, hogyha ez megvalósul, akkor a tömegközlekedésben is fel tudjuk használni, és az Alavolán ZRT helyi járatú járműveinél is tudunk majd gázüzemű buszokat használni, ami legalább a költségnövekedést ellensúlyozni fogja majd. Ez egy valóban, most még nevezzük álomnak, de megvalósítható ez, hiszen sokan szkeptikusan fogadják azt, hogy a tömegközlekedésre beiktathassanak egy ilyen járművet, mert akkora az ellenlobbi tevékenység, hogy szinte ettől Zalaegerszeg, hát majdnem azt mondom, hogy egy fehér holló lenne. Hát igen, amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium szakemberei megnézték a mi gáztelepünket, akkor azt mondták, hogy elsősorban az állami tulajdonú vízművek vezetői azt mondták, hogy az a legjobb és legoptimálisabb felhasználás, hogy ha a szennyvízből képződő biogázt helybe elégetik, egy gázmotor segítségével ebből elektromos áramot állítanak elő, és hát ott van egy nagy hővesztesség, de ennyit tud csak a történet. A mi lehetőségünk az, hogy amikor nem használjuk a biogázat közlekedésre, akkor mi is elégetjük egy gázmotoron, de sokkal hatékonyabb és sokkal optimálisabb a felhasználása, ha közvetlenül közlekedési hajtóanyagként használjuk föl, nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag káros anyag kibocsátása ennek a hajtóanyagnak nincs. És ez szorosan kapcsolódik a város ökoprogramjához, amiben szintén egyedülálló, hiszen hosszú távra is terveznek itt intézményeket fűteni egy olyan berendezéssel, amely szintén egyedülálló. Hol tart most ez a program? Ez már tavaly is szép eredményeket ért el, és hát az alap is ehhez kapcsolódik. Hova fejlődhet még ki idén az ökováros ökoprogram? A környezettudatosság jegyében ez is, azt hiszem. Hát igen, a város jövője szempontjából fontos, hogy minden megújuló városban föl lehető energiát optimálisan hasznosítsunk. Már működik egy olyan termálenergiával fűtött közműrendszer, ami kórházat, szociális otthont, termálfarut és fűtés lehetőséget biztosít az akvaszítés a termálfürdő számára a vízbiztosítás tekintetében. A termálenergiát is lehet hasznosítani. A biogáztelepről beszéltünk, itt még nagyon nagy lehetőségek vannak a fejlesztésre. Aztán a városban jelentős mennyiségű fahulladék képződik, ezeket eddig vagy összegyűjtöttük, ledaráltuk és eladtuk egy fűtőműnek, vagy lesedaráltuk és úgy adtuk tovább, most pedig azon gondolkozunk, hogy ezt helybe használjuk föl, helybe égessük el, az így keletkezett hőt pedig fűtésre használjuk. Elsősorban természetesen közintézmények esetén, de akár szóba jöhet a megfelelő számítások elvégzése után lakóházak fűtésére is. Ez egy újabb projekt, ami előkészítés alatt van. Az alsó Erdén pedig szeretnénk egy olyan minta lakóparkot kiépíteni, ahol olyan házak épülnek meg, amelyek passzív házak. Azt jelenti a passzív ház kategória, hogy gyakorlatilag a külső környezetből energiát nem vesz föl a ház, hanem úgy van megoldva az egész szerkezete, hogy ez a szerkezetből, a földhőből, a napenergiából biztosítható. Ennek a programnak a tervezése folyik, már néhány házra van érdeklődés, a város itt a magánszektorra együttműködve koordinálja a folyamatokat. De ebben a körben legalább olyan fontosnak tartom, hogy rend legyen a városban, tisztaság legyen, ez fizikai értelemben is gondolom. Másik pedig az, hogy a fiatalok pedig egy olyan környezettudatos nevelést kapjanak, hogy az már mindennapok gyakorlata legyen, hogy
a hulladékot szelektíven gyűjtjük, hogy a környezetünkre vigyázunk, és lehetőség szerint használjuk az ökováros adta lehetőségeket. Hát ez lenne a jövő Zalaegerszege, egy mosolygós Zalaegerszeg, egy vidám Zalaegerszeg, egy élhető Zalaegerszeg. Polgármester úr említette a fiatalokat, és azt hiszem a város mindennapjai gazdaságának, életének szempontjából sem utolsó, hogy az zalaegerszegi felső oktatás hogyan működik, milyen az összetétele a hallgatóknak, hány zalaegerszegi gondolja érdemesnek arra, hogy itt tanuljon tovább, és hát nyilván utána hányan tudnak integrálódni a zalaegerszegi munkaerőpiacra. Tavaly minden eddig itt meghaladta a jelentkezők és az első éves felvett hallgatók létszáma, ami azt gondolom, hogy siker. Átalakult a finanszírozás, az ösztöndíjrendszer, az egészségügyi főiskolán a képzéseket igazították a kórházban lévő munkaerőhiányhoz. Szóval rengeteg változás történt. Hát a legnagyobb siker a tavaly évben az volt, hogy a számviteli főiskola Zalaegerszegi intézetéből egy önálló kart sikerült létrehozni, a gazdálkodási kart. A jövő nem túl rózsás, mert az államilag finanszírozott helyek száma csökkenni fog. Ebből következően sokkal inkább az önfinanszírozó vagy az ösztöndíjak által finanszírozott képzések kerülnek előtérbe a gazdasági felsőoktatásba. Legalábbis átmenetileg ez a jövő látszik. Tehát itt különösen óvnunk kell azt a fejlesztést, azt az innovációt, ami az önálló kar létrejötte kapcsán megvalósult a városba. A másik zászlós hajója a felsőoktatásunknak a műszaki felsőoktatás. Itt nincs okunk a panaszra, hiszen akik elvégzik ezt a lehetőséget, csak Zalaegerszegen a cégek tártkarokkal várják őket, mindenki biztos munkáját talál, és ennek a fejlesztését továbbra is szeretnénk hangsúlyozni. Különböző pályázatokat keresünk, innovációs lehetőségeket tárunk föl az intézmény számára, a képzés számára. A harmadik területen pedig a kormányprogramban hangsúlyozottan szerepel az egészségügyi felsőoktatás fejlesztése, azzal, hogy a kórházunk sürgősségi osztálya megépült, és további fejlesztések várhatók a kórházba. Remélem, hogy az itt végzett egészségügyi főiskolát végzett hallgatók számára is lesz munkahely. Egy ösztöndíjrendszert hoztak létre, pontosabban módosították a Hazavárunkat, amely szintén azt a célt szolgálja, hogy helyben maradjanak a fiatalok, és hogy a műszaki képzésre jelentkezzenek. Hát a megújult és átalakított ösztöndíjrendszerünknek a célja, hogy elsősorban a helyi képzéseket támogatjuk, és őket próbáljuk szervezetileg is erősíteni, és azokat a hiány szakmákat támogatjuk. Itt elsősorban műszaki képzésekről van szó, amelyek az ország és a város gazdasága számára is rendkívül fontosak. És a BGF-ről beszélünk, akkor muszáj, hát meg kell említeni ezt a 100 milliós projektet, ami az önkéntességről szól. Hát ez egy korábban beadott pályázat, szinte mindenki el is felejtette, vannak ilyenek, és terültékből jött a jó hír, hogy nyert ez a program. Ennek a programnak a város életében, a fiatalok életében lesz jelentősége, gyakorlatilag a fiatalokra lehet költeni, de a városvezetés is be tud kapcsolódni a programba, hiszen olyan gazdasági kapcsolatfelvételre nyújthat lehetőséget dániai, hollandiai, angliai szervezetekkel, városokkal, ahol nincsen kapcsolatunk, de az őrészt az önkormányzatnak kell biztosítani, ami édes teher. A kórház állami kézbe kerül, de az önkormányzat mindig is szerepet vállalt a kórház életében, akár a sürgősségi centrum építésében. Eztán hogyan alakul majd? Hogyan látják? A sürgősségi centrum kapcsán a legfontosabb kérdés az, hogy mindig lesz elég szakember. Aktuális hír, és hát az volt tavaly is, hogy rengeteg rezidens felmondó levele ott hever az asztalon. Lesz elég ápoló orvos Zalaegerszegen? Hát az önkormányzat itt csak közvetett módon tud segíteni. Most is vannak olyan lakásaink, amelyek a kórház számára állnak rendelkezésre, hogyha olyan orvosokat találnak, akiket Zalaegerszegre szeretnének hozni, itt szeretnének letelepedésre bírni, a város segítsége lehetőségre áll, rendelkezésre áll, a lakásokat
odaadjuk az orvosok számára. Ez az egyik lehetőség, amiben tudunk segíteni, a másik pedig az eszközfejlesztésben, a különböző műszerek beszerzésében és a különböző osztályok technikai és mindenfajta a gyógyításhoz szükséges berendezéseknek a biztosításában. Ezeket a korábbi években is megtettük, és a kórház alapítványai, vagy a kórház nagy alapítványa alapítványával a kapcsolat jó, hogyha ilyen kérések érkeznek, és az önkormányzat anyagi lehetőségei biztosítják, akkor nem zárkózunk el a segítségnyújtás elől. Már még nagyon a 2012-es év elején járunk, de a költségvetés már készen van. Hogyan alakulnak a számok, polgármester úr? Hát a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott hitel nélküli gazdálkodást mutató költségvetést készítettünk. Működési hiány nem lesz benn, jelentős fejlesztési forrásokat tartalmaz a költségvetés, több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztési lehetőség lesz benne. Remélem, hogy a képviselőtestület támogatni fogja. Most a nyers változat készült el, ezt majd a bizottságok fogják tárgyalni, és február 2-án dönt róla a képviselőtestület, de most január 10-én gyakorlatilag nagy vonalaiban már elkészültünk, és azt hiszem, hogy az jó hír, hogy egy kiegyensúlyozott és a biztos működést, a fejlesztéseket is lehetővé költségvetést készítettünk el. Mennyire szigorú ez a költségvetés? Beszéltünk már, hogy a tavalyi egy szigorú költség, ez szigorúbb lett, vagy ugyanazt az irányvonalat tartotta? Talán szigorúbb, mint a tavalyi, mert a tavalyiban mintegy 600 millió forintos működési hiány lett betervezve. Egyrészt most jogszabályi kötelezettség is az, hogy nem lehet hiányra tervezni. Ez további takarékoskodása, további nagyon-nagyon feszített gazdálkodásra kényszeríti az önkormányzatot, de ugyanakkor egy nagyon fontos olyan külső körülmény, amit az önkormányzatoknak is figyelembe kell venni, hiszen nem szaladhat el az önkormányzati hitelállomány, mert ezzel az ország eladósodottsága is növekszik. Ebben mi tulajdonképpen vétlenek vagyunk, az ország más városai adósodtak el, talán meggondolatlan beruházások és jelentős működési problémák miatt. A működést kiegyensúlyoztuk, a fejlesztések lehetősége bent lesz a költségvetésbe, úgyhogy ilyen értelemben, hogyha a város gazdaságában nagyobb probléma nem lesz, és ugyanaz az adószint megjelenik a város bevételi oldalán, akkor egy kiegyensúlyozott év elé nézünk. Azt mondhatnám, hogy soha ne legyen rosszabb, mint a tavalyi volt. A válság ellenére egy kifejezetten jó gazdálkodási évet zártunk. Ez az az alap, amire az idejét megterhezhettük, és hogyha az alapok szilárdak, az alapokat jól leraktuk, akkor reményeink szerint ez a költségvetés is jól fog működni. Mire lesz szükség az emberek oldaláról idén? Csak azért kérdezem, mert a gazdasági környezet most sem rózsás, de ahhoz, hogy mindezt meg lehessen valósítani, és hogy Zalaegerszeg előrébb jusson, milyen útmutatást, akkor inkább azt kérdezem, lehetne mondani az embereknek? Zalaegerszeg nagy erőssége eddig is az összefogásban rejlett. A különböző politikai szereplők is a legfontosabb kérdésekben meg tudtak állapodni. Hogyha ezt az összefogást fönn tudjuk tartani, és még erősíteni tudjuk, a munka tempóját kicsit gyorsítani tudjuk, akkor azt hiszem, hogy sikeres évünk lehet. Tehát az emberektől továbbra is az összefogásra, az összefogás erősítésére van szükség, arra, hogy ezt a várost, ahogy eddig is tették, szeressék, érezzék otthonuknak, érezzék annak, hogy ez az a legjobb hely, ahol élni lehet és ahol élni kell. Itt születtünk, itt élünk, itt szeretünk, itt próbálunk boldogulni, és ha jó Isten engedi, akkor sokáig élünk, és majd itt is szeretnénk meghalni. Az összefogás igazi ereje a városnak, ha ezt biztosítani tudjuk, akkor sikeresek lehetünk. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Zalaegerszegi Televízió műsorával, viszontlátásra!